Fontos cél, hogy a hárslevelű újra előtérbe kerüljön, visszafoglalja méltó helyét, mondta Cipó Szilárd, a Verpeléti Hegyközség elnöke a verseny megnyitóján. Kiemelte, szép borok kerültek a bírálók elé, összesen 64 mintát küldtek a hazai borvidékekről a megmérettetésre. Farkas Sándor polgármester úgy fogalmazott, a térség számára is nagyon fontos, hogy egy ilyen vonzó termék minél szélesebb körben ismert legyen. A debrői hárslevelű itt egy főfajta térségben, ennek óriási hagyománya van, itt Rácz Pál fedezte föl ezt számunkra, és semmiképpen sem szeretnénk, hogyha ez a feledés homályába merülne a debrői hárslevelű, hanem egyre nagyobb reklámot, megismerettséget kapna, ez itt a fő célunk. Ezt a szőlőfajtát viszonylag kis területen, nagyjából 1600 hektáron termesztik Magyarországon, viszont valamennyi borvidéken megtalálható. Több olyan borvidék van, ahol kicsit nagyobb jelentőséggel bír ennél. Somlón is kiváló hárslevelő készülnek, Tokajban is, illetve hát itt a felső-magyarországi borrégióban is, mind a három borvidéken, de talán ez a helyszín, ugye Verpelét városa abból a szempontból emelkedik ki, hogy a debrői hárslevelőnek a termőhelyén vagyunk. A borverseny eredményét július 6-án a Bikavér ünnepen hirdetik ki.